Ibolyat tartanak öntől az emberek? Észreveszi ezt a mindennapi érintkezésben? Elsőre igen, elsőre mindenki frázba van, hogy protokoll szakértő, és akkor leeszem magam hirtelen, vagy valamit olyasmit csinálok, amitől ők meglepődnek, hogy mégis emberből vagyok, mert belül én is normális vagyok, csak amikor a szakmámmal beszélek, akkor félnek tőlem. De volt olyan eset, amikor ezt nem tudta föloldani? Tehát azt érezte, nem? Nem, én mindig igyekszem ezt barátságosan föloldani, szeretettel, mert akkor az emberek azt elfogadják. Tehát ha valakinek rosszat kell mondanom, mit tudom én, ronda a cipője, hogy de jó ez a harisnya, ez a szoknyával, hát a cipő nem, de ez a harisnya. Tehát de azt is megmondja, hogy nem jó a cipő? De ilyen kis lazában. Burkoltan. Burkoltan, igen. Mert ezzel tulajdonképpen rajta segítek, hogy legközelebb nem veszi föl. De ön például, amikor nem látják, akkor úgy el tudja engedni magát? Akkor... Igen. Igen? Igen. Az igen. Miből áll? Hát mikor hazaérek, most elnézést kérek, de levetem a melltartómat, mint az első kötöttséget, és akkor pamutrikó, póló, de azért valahogy nézek ki, mert azért otthon se hagyom el magam, csak a lazasság az benne van, meg amikor leülök a fotelbe, akkor szembelebe fölrakom a lábam. De ezt egyedül élek, hál' Istennek, ezt meg tudom engedni magamnak. És maga is elengedi magát otthon? Szerintem nagyon sokan ezt csinálják. Ugye? Tehát szerintem ez az első. Ki érzi otthon jól magát, most csak hogyha a buszon utazik, hogy abba a buszon ül, abba a tisztányra felfeküdni, szerintem, nem, azt kell szerintem le kell venni rögtön, és akkor az ember általában vannak minimum ilyen 2-3 váltó, ilyen laza melegítők, atléták nyáron, én atlétában szeretek nagyon lenni. Te amúgy se szereted a kötöttségeket, ugye? Mit nevezünk kötöttségnek, hogy, tehát, hogy szabályokat? Szabályokat mondjuk. Hát sajnos be kell tartani egy demokráciában, ez az alap. Mert úgy hírlik, hogy te középiskolásként elég kezelhetetlen gyerek voltál. Inkább általános iskolásként, de igen, hát igen, igen. Az mit jelentett? Hát nagyon szerettem szórakoztatni a osztálytársaimat, és akkor ez minden falat így letöntött így a tanárok szemében, ez nagyon sokszor idegesítő volt, de szerintem nagyon messze voltam attól, hogy kezelhetetlen, de adtam elég sok okot a édesanyámnak, aki tanítónő volt, hogy szenvedjen miattam sokat. Mi volt a legnagyobb balhéd, amire most már azt mondod, hogy azt lehet, hogy nem kellett? Sok volt. Sok volt, igen, nem is tudnám kiemelni. Talán egy ami véletlen is múlt egyszer, egy óriási karácsonyfát az aulában, ami nem minimum 8-10, azt felborítottam. És az ráesett egy takarítónő fejére, és az elég kellemetlen. De ez nem szándékos volt. Nem, az nem volt szándékos, de hát abban is a balhén volt, mert le akartunk szedni valamit róla, vagy nem tudom. Hát de fiú gyerek, szerintem ez normális. Hát akkor nem így gondoltam az édesem. Magának meg lányai vannak, úgyhogy ezt nem fogja átérni. Hát van egy fiam is, van egy nagy fiam, aki színművészetét végzett, és a lányaim, azok fiaim is elég szolíd, és a lányaim is, hál' Istennek, nem ilyen renitensek, szóval szolidabbak. De azt mondod, hogy te szórakoztatni akartad a többieket. Az miből jön szerinted? Hát, hogy a nevetés, tehát hogy biztos az, hogy hát a lányok azok már beindulnak hormonálisan 13 éves korban egy fiúnál. A lányokat hogy lehet a legkönnyebben meghódítani? Nyilván az volt, ha valami elementárisan megnevetteti az ember. Ugye Jack Nicholson mondta azt, hogy ha meg tudsz nevettetni egy nőt, minden másra is rá tudod venni. Van benne valami, hát ő nagyon nagy mester, tudja a dolgokat. De mondom, hát mondjuk ez 13, vagy 15, vagy 17, és egyre jobban az emberben ez van benne, hogy hát akkor kezdjük ezen a vonalon, és akkor az úgy talán könnyebben megy, és akkor az nagyon sokat számított. Ez figyelemészség egy kicsit? Hát szerintem... Most érdekes a kérdés, lehet, hogy nevezhetjük pszichológiai, nem tudnám ezt pontosan elemezni. De szerintem ez egy emberi dolog, hogy az ember szereti, hogyha figyelnek rá. Ez szerintem mindenkibe benne van. Nyilvánvalóan nagyon ilyen hülyén, ilyen majomkodva akarja felírni magát, hogy feláll az asztalra, vagy itt, hogy ordibál és sótlan, és magamutogató, ötlettelen, vagy csak a külsejével akarja felhívni, akkor az nem igaz. Amikor valami jó belülről jön, és az hat és hasít, akkor az, szóval én mondom, én egy jó poénél, félmondatért odaadtam volna fél évet is. Tehát, hogy ez az... ma is így van? Igen. Ebből nincsenek konfliktusok? Hogy mondjuk alámész, ő alájütsz adott esetben. Akkor abban a pillanatban. Hát régebben kartosabb voltam, tehát
A feleségem az nagyon sokat puhított rajtam, és még most is rajta kap, hogyha valakit úgy hívja, hogyha ne savazzam, tehát hogyha ha valahogy ez a savazást, ezt most mennyire minimálisabban. Én is most már jobban szeretek dicsérni, vagy a pozitívokat meglátni akár egy filmben, egy színház előadásban, vagy egy kiállításon, hogy nem azt nézem, hogy mennyire szar ez a kép, hanem tényleg arra hangsúlyozom, hogy ez mennyire tetszik, vagy valami. Tehát próbálom így ebben van valami tudatosság, hogy próbálom így kezelni, de van, amikor nem tudok gátoszokni, és felrobbanok valami hírt látok a tévében, vagy valami mocsokságot, igazságtalanságot érzek, akkor elpattan az agyom. És akkor kinek mondod? Mindenkinek, aki otthon van. Vagy a színház, vagy az öltözőben, vagy a rokonoknak, akár az is. Akkor hallgathatnak eleget. Sajnos túl sokat is, igen. De ezen is próbálok változtatni. De azt mondod, hogy volt időszak, vagy még ez most is előfordul, amikor te magánéletben túl sokat beszélsz. Ez igaz? Hát ilyen alaptulajdonságom. Szóval, hogy van egy ilyen, hogy amikor úgy átbillenek valahogy, lehet, nyilvánvalóan ez kell 2-3 pohár bor, vagy valami, amikor az ember úgy érzi, ha jó társaságban van, és úgy érzi, hogy olyanok vannak körülötte, akik igazán értékelik, akkor az ember nagyon jó paszt is tud kört futni. Amikor érzi, hogy kicsit sok, vagy túlbillent, akkor meg jó, ha egy kicsit úgy valaki rászól. És rád szólnak? Hát a jó haverok szoktak, hogy Szabi, ezt már igen, vagy ezt hallottuk. Na most figyeljetek, Szabi most el fogja mondani, mondjuk a Tilla egy nagyon jó haverom, és akkor ezt én már nagyon sokszor hallottam, de még mindig tudok rajta nevetni, és akkor ez egy, de akkor is soha nem bántó módon szólnak. Ibolya azt mondta, hogy mindenkiben van valami fajta figyelemészség. Önbe különösen lehetett, lévén, hogy színésznőnek készül. Igen. Én már apró óvodáskoromban is kiálltam szavalni, és vendégségbe aprózta a vállamra tettve, énekelgettem, meg minden volt, és aztán anyukám mondta, hogy ne legyek színésznő, mert vastag a lábam. És akkor ez ugye abban maradt. De ez milyen ér? Bocsánat, én ezt hallottam, ezt a történetet. Ez egy józan paraszti, de nem paraszti, mert nem paraszti származású, de hát azért viszonylag alatt, nem egy grófi család sarja. Ő ápolónő volt, ugye? Igen, apukám meg hivatalnok volt, nagymama, egyik nagyapám az vasutalmas, a másik meg ács, tehát nem egy grófi család sarja vagyok. De azért nem, mert anyukám a józan eszével kibillentett engem abba, hogy utána ne érjen majd csalódás, gondolom, erre gondolt. De attól, mert valakinek vastag a lába, ha csak ugyanígy van, attól nem így lehet van, jó színésznő. Az? Hát nem tudom, de hát a színésznők úgy ránézésre azért nem vastag lábúak. Szóval. Hát nagyon sok ellenpéldát. Igen, de hát ez kisgyerek fejjel, azért kislány fejjel, azért ezt már tanultam balettozni például, és az a balettcip, az, amit madzaggal kötöttünk, úgy fölmint a sonka úgy át a lábamon. De azért megtanultam azért 2-3 év alatt, hogy mozogni, meg táncolni. Aztán a Kodály iskolába jártam Kecskeméten, úgyhogy énekkel is foglalkoztam, zenével is. De aztán... Drágébolya, ön hova való pontosan? Hát én Ókécskén születtem, Tisza Kécske. Tehát az Bács-Kiskun megye? Igen. Utána Kecskemét, ugye a Kodály iskola, aztán Eger. És utána jöttem föl Pestre. Értem. Úgyhogy egy ilyen cikcakba, és hát 66 óta Pesten. De azért vidéki, ahogy mondják. Jött-ment. De... Akkor ez nagy fájdalommal járt, amikor belátta, hogy ezt nem, mert továbbra is ugyanúgy szavaltam, meg ugyanúgy kiálltam. Meg volt Egerben, amikor középiskolás voltam, a megyei színpad. Akkor volt ez az irodalmi színpadok nagy ilyen időszaka. És jártunk szavalni vidékre is, meg esteket csináltunk a Gátonyi Színházban, a Szívós Józsi bácsival, és akkor hát a vidéken néha szavalhattam, de ott inkább csak sugó voltam a nagy színpadon, mert hogy hadartam. De egyébként mindig volt bennem egy ilyen felszabadult dolog, amikor én kellek, ott állok. Mit tudom, most például, hogy 400 ember, 500 ember, 600 ember, én meg állok ott a színpadon, és úgy érzem, hogy a Blaha Lujza elmehet gyufáért. Szóval annyira átérzem ennek az egésznek azt az örömét, hogy kimondottan jól érzem magam a színpadon. Mondjuk egy mostani ilyen konferencián, vagy bárhol? Most vagy? Igen, hát éppen volt egy 2-3 hete volt olyan, hogy egyik nap a József Attila Színházban voltak 400-an, másnap a MOM Kultúrházban 500-an, és rá hétfőn, meg a Villányi úton megint 500-an. És mi volt a téma? Ez a viselkedéskultúra, hétköznapi viselkedés. Egy ilyen kerekasztal beszélgetés? Nem, József Attila Színházban ott Szilinóra beszélgetett velem, de a másik kettő az előadás volt. Tehát előadásokat tartok, állok ki. Ezt sejtettem csak, hogy milyen jellegű. Abszolút változó. Hétköznapi protokoll, étkezés protokollja, ajándékozás, közszereplés. Hát ez változó, attól függ, hogy milyen közösségében. Politikai kultúra. Hát olyan kör még nem hívott meg. Egyébként nagyon sokszor úgy megyek, hogy nem nyilvános, hanem valami céghez, és akkor őrájuk szabom a témámat, hát, hogy leül tárgyalni egy partnerrel, akkor ugye, hogy kell, hogy milyen tanácsaim vannak ott nekik. Értem. De szerencsére, hogy hál' Istennek, hogy kézből kézre... Tehát nagy adrenalin még mindig, nem múlt el, hál' Istennek. Nem, hál' Istennek, és mondom, mint a népmese úgy terjedek, tehát reklámom se nagyon van, hát csak mindenki úgy szeret halani, és akkor tovább javasol, tovább ajánl. Igen. Ki lett volna ön a
színésznők közül? Tehát kit látott maga előtt, akire azt mondta volna, hogy na, én ezt szeretnék nem, lenni. Én így nem, nem így például. Nekem egy-két ne. Ötletem van. Na. Biztos, hogy vagy én ízlégy vagyok, hogy mondjuk a Tolnai Klárit nagyon szerette, nem? Nem. Nem? Nem. Úgy, igazából nem volt ilyen idolom, hogy most valakire hasonlítani, csak maga a kiállás, tehát az, mikor a maga kiállás, hogy én rám figyelnek, az nekem úgy nagyon jó. Tehát biztos tud mondani egy olyan nagy filmben, egy nagy női alakítás, ami nagy hatása. Egy színész. Rutkai mondjuk. Hát inkább Rutkai. Inkább Rutkai. Inkább Rutkai. Vagy egy Törőcsik Mari, vagy egy Dajka Margit, vagy Molnár Piroska. Igen. És jól értettem, hogy ön szavalt? Persze. Ma is el tudna mondani egy verset, ha szépen megkérni? Igen. Asklepiadész. Szomjúhozónak a hó szép nyáron, téli hajósnak, ha látja, hogy itt a tavasz, de legszebb az, mikor egy takaró borul a szeretőkre, és áldva szép Afroditét összefonódik a pár. Nagyon. Erre nem készültél fel, hogy immédiás lesz. Erre nem. Te tudnál mondani? Nem kell. Én a versen nagyon óvatos vagyok. Miért? Mert nagyon nehéz műfaj. Nagyon nehéz műfaj. Egyszer a édes drága feleségemet annyira kikészítettem, hogy egy szoboravatásra el kellett mondani Vörös Marti előszóját, és annyira nehéz versnek gondoltam, hogy egyszerűen napokig nem tudtam vele mit kezdeni, mert és olvastam, még rá is strófolt ez, hogy a Pilinszky Jánost olvastam, hogy a világ legszebben kezdődő verse a Vörös Marti először, mint én ezt írtam, tiszta volt az ég, és ez még jobban egy nyomást rakott rám, hogy már elkezdeni is nehéz, és tényleg fantasztikus az a vers, és hát József Attila, Pilinszky, imádom, például ez egy két kiemelt nagy költő, vagy Adi, tehát, hogy otthon olvasgattam, meg olvasok, de nagyon nehezen mernék kiállni, talán kicsit később. Nem onnan fújhat a szél, hogy miután te nem végeztél színház és filmművészeti főiskolát. Ez a fajta megalapozottsága a történetnek, ez neked hiányozhat? Sok mindenben vannak ennek előnye, sok mindenben van hátránya is. Talán az, hogy az én utam nehezebb volt, sokkal kacskaringósabb. Mitől volt? Ettől volt nehezebb, szerinted? Hát gondold el, hogy most már nagyon nehéz, mert most már két színművészeti is van, Kaposvár és Budapesten, és hát ha belegondolsz, csak ha számolgatsz, hogy mondjuk számoljunk egy 5 évet, hogy hány fiatal színész jön ki 5 év alatt, 120-140, érted? Szóval a színházban meg nem halnak havonta a színészek, hál' Istennek, szóval nagyon nehéz ez, tehát hova tömöd be, milyen lyukokat tömsz be? Jó, de akkor, amikor te jelentkezhetnél. Akkor nem volt még ilyen, tehát 8-10 végeztek, évente, stb. Te nem is mentél el felvételizni? Nem, soha nem voltam. Ugye azt mondta neked Gál tanárnő, ha jól tudom. Hát talán őt nem mondanám, rendező. Rendező. Gál Erzsébet. Gál Erzsébet, hogy ne menj oda, mert nem bírnád el azt a fajta békjót és azokat az instrukciókat, amiket te ott hallanál. Nem csak azt mondta, hogy szerintem túl érett vagyok hozzá, és kevésbé vagyok manipulálható, vagy formálható már. Azt úgy érezte, hogy érettebb állapotban voltam, és hogy nem biztos. És akkor nem is volt megelégedve annyira a akkori színművészeti főiskolának a színvonalával. Nem azért, mert már, tehát nem major, már Major Tamások nem voltak, hanem már nem éltek, hanem volt egy olyan korszak, amikor kicsit olyan légüres térnek érezte a Gál Erzsébet. És akkor én elkezdtem, egyből bedobtak a mélyre játszani a Zsoltér Sándornál, a Gál Erzsébetnél, és valahogy ugye a munka próbák közben tanultam, és figyeltem, akik igazán vonzódtam színészileg, azokat figyeltem, és akkor így épült fel az én karakterem. De amiről beszéltünk, miatt nem volt még itt, kibeszéltük magát, hogy azért szeretjük, mert nem látom, hogy játszik. Tehát úgy jön olyan ember, tehát mint hogyha egy lenne közülünk, tehát nem látom azt a pátoszt, hál' Istennek. Hát nagyon fontos, hogy én például, nekem volt egy nagy lökés annak idején, amikor megtudtam, hogy a nagyon híres Kaposvári Színház a 80 és 90 között, amikor az aranykora volt, akkor nagyon sokan nagyon úgy kezdték a szakmát, vagy csoportos szereplőpét, és akkor kinek minél erősebb volt az egyénisége, tehát most felsorolom neked, hogy a Lukács Andor, a Jordán Tamás, a Csákány Eszter soha életében főiskola környékén nem volt, régebben egy Darvas Iván, egy Tolnai Klári, egy Latinovics Zoltán, szóval vannak erre rengeteg példa, de Kaposváron is rengeteg ilyen példa volt, és figyelték egymást, és aki igazán jó volt, azt nem lehetett dobni a sarokba, mert egyszer kiforta magát, és nagyobb szerepeket kapott a kicsiből kezdve, és hirtelen az, hogy jé, ott van egy nagy színész. Majdnem, hogy azt mondod, hogy a személyiség átütő ereje.
az sokkal fontosabb, mint a trenírozása? Így gondolom, de nem szabad soha ellustulni, és talán nekem az a szerencsém, hogy én jó edzésben vagyok színházilag, mert a Pintér Bélának dolgozom, én havi 20-22 előadásokat játszom, és én jó előadásokban játszom, én úgy érzem, és ezért valahogy a színészi állapotom az fent van tartva folyamatosan. Igaz, hogy sok a stressz is emiatt, de hál' Istennek, hogy karban vagyok tartva. De az mégiscsak érdekes, hogy hogy van az, hogy valaki képzettség nélkül jusson el a színházi szakma, hát majdnem, hogy sőt, mondjuk ki csúcsára, hogy szétszednek a rendezők mindenhol, nem is készül lassan magyar film nélküled, hogy azért ez úgy érdekes, kívülállóként ezt végig gondolni, hogyha kihagyható a főiskola, vagy most már egyetem, és mindezt komoly tudatossággal, aprólékos munkával ki lehet váltani, akkor hogy is van ez valójában? Hát erre nem fog tudni okos válaszolni. Hát az egyénisége jön ki belőle, az egyéniséget nem lehet elnyomni. Előbb-utóbb az, amire ő pedesztinálva van, az előbb-utóbb úgy is kibukik. És hogyha valaki született színész, az hiába tanul jogot, meg mit tudom én, mert előbb-utóbb úgy is ki fog az bukni. És ez érződik. Tehát a néző dönti el, hogy ki a színész és ki nem. És nem attól függ, hogy egyetem van-e vizsgája, vagy nincs vizsgája. Igen, végül is a zene is olyan, tehát hogy vagy a zenészek is, hogy vannak akkor a nagyon képzett zenészek, és nagyon képzett hangok, és nézed, és elalszok közben. És hiába, érted? És van egy ember, vagy egy nő, vagy egy férfi, hogy odaáll, és akkor azt mondja, hogy és van, az is szeretem ezt az van 3 perc egy énekszám. És ott nem lehet, nincs olyan, hogy felfut majd, és majd 2 percnél jó lesz. Mm-hmm. Ha az elején nem érzi kapja, azt... Nem kapja el az embert, akkor ott már nem fogod feltornálni, akkor azt gondolod, hogy rátol, vagy erőlködik, vagy... Tehát, mindenhol így van, a hangszerrel, egy hegedűvel, látod, hogy kezedbe vesz, és megszűnik tér és idő megszűnik, és csak így hátradősz, és egyszerűen szétéget, vagy leforráz, vagy érted? Szóval... Neked volt egy pillanat, amikor azt mondtad, hogy színész lettem? Vagy ez egy folyamat? Hát, nem mondja az ember. Sokszor hülyeség, hogy a kisítőség hogy válik át nagyképűségbe. Van rá hajlamod? Nem, hogy milyen jó kisítőség, hogy a nagyképűség utána valami nagyon-nagyon-nagyon kemény kritikát kap, akkor egyből vissza a hideg vízből, a forró vízből. Tehát sok minden nem szabad elhinni. Az adja a hitelességét, amit mondta az előbb, hogyha sokan hívnak, és hogyha hívnak sokan filmbe, akkor azt érzem, hogy én rám a szükség, és én azt szoktam mondani, hogy ha igazán szeretve vagyok, akkor nagyon, nagyon odadom magam, ha csak hívnak a nevem miatt, akkor meg csak korrekt vagyok. De neked volt valaha kisebb rendűségi érzésed amiatt, hogy kvázi nem vagy a kezdetektől a nyáj tagja? Én azt gondolom, hogy nem volt. Tehát mert valahogy szerettem megszólítani az embereket, és akkor ő se tud úgy szólni hozzám. Meg szerintem nyájtagnak lenni az nem egy kunst. Az bárki tud szerintem lenni, persze. Mert úgy gondolná az ember, hogy azért a rendezők, a színházigazgatók egyfajta kánont képviselnek, és hogyha azoknak a rokon szemvét az ember bírja, sokkal egyszerűbb az akkor élete. Egy kommerszínészé is válhat, hogy van olyan veszély. Szóval azért láttunk már példát arra, hogy egy nagyon neves színházban nagyon fölkapott valakiből, hát már nem olyan nagyon nagy. Szóval az ember, az, amit egy egyéniség hozza ki belőle azt, hogy ő színész, akkor az teljesen mindegy, hogy hol csinálja. Meg szerintem egy folyton önmagával is küzdő ember, az soha nem nyugszik meg. Mikor volt egy híres interjú, a Molnár Péter a mesterséges színészbe kérdezte az Őze Lajost, azt mondja, te hogy tudsz kikapcsolni? Sehogy, azt mondja. Nála 24 óra színház, 24 óra egy nap. Te is ilyen vagy? Nem, én nem ilyen vagyok, csak azt mondom, tehát az az ember, aki mindig marcangolja magát, és ettől van ez a folyamatosan izzása a dologban. Én szeretem, tehát ki hogy lazítja ki, ő alkohollal, vagy küzdelemmel, vagy bezárkózással, vagy tüskészséggel, de mindig, de valahogy azt, tehát ha láttad bárhol filmben az Őze Lajost, ott 24 óra egy nap, és 24 óra színház. Tehát ő nem tudta ezt. Csak el is égett ebben. El is égett, igen. És nagyon fiatalon, és gondold el, hogy mondjuk a Tanúba, ha megnézed, 35 éves volt. Úgy néz ki, mint egy 60 éves ember. Érted? Igen. És ő 49 évesen meghalt, és olyan volt, és mint hogy élt volna 80 évet, és gondold el, hát én most 47 éves vagyok, hogy még
még 20 évig játszhatott volna, érted, a óriási filmszerepeket, meg színházi szerepeket. De ez általában is igaz, hogy az ember, hogyha van egy munkája, amit szeret csinálni, nem szabad elfelejteni, hogy közben van egy másik élete is. Tehát csak azért, hogy hajtsak, és akkor közben az életnek úgy elfogy, mint a sutty. Ön mindig figyelte? Hát elmegy mellette. Nem mindig figyeltem, mert ez csak öregségemre lettem ilyen bölcs. Tehát fiatalabban, még 47 éves koromban én is hajtottam, utána akkor a benti munkám miatt is. Az nem éreztem ezt... menet közben a hiányát? Nem. Nem, én valahogy mindig abban éreztem jól magam, amit éppen csinálok. Ez egy alkat kérdése, úgyhogy én egy szerencsés alkat vagyok ebből a szempontból. De a stressz az nekem akkor kellett. Most mondjuk már nem kell, de akkor jó volt. De mondjuk egy fellépés is stressz. Nekem nem, én nagyon várom. Igen? Igen. Egy pici izgulás, az pont, ami kell? Nincsen. Most izgultam, mert magát nem ismerem, és kicsi a kör. De ha már lenne itt 20 ember, vagy 50, vagy 100, akkor már kevésbé izgulnak. Ez engem az nem szokott. Mondjuk az, hogyha egy új témába kezdek, hogy az a téma hogy jön be, hogy azt magam igényessége szempontjából, mert siker az mindig van, csak én tudom, hogy most nem volt annyira jó, mint általában szoktam csinálni. Egy-egy új témánál bele kell jobban merülnem, dolgozni vele. Hát mindenki, ugye mondjuk egy új előadás, új téma, új terület, le kell a csölöpöket rakni. Meg amit kérdeztem, amikor érkezett, hogy az adrenalin mennyire maradt meg, mert nekem, mikor lejövök az előadásomból, utána nekem még 2 óra hossza ilyen lebegés, ilyen. Hát nyilvánvaló, hogy más az, amikor egy frissebb előadás, más, amikor valami 10 éve játszom, de nyilvánvaló, hogy az ember hazamegy, mondjuk vége 10-kor, 10:30-kor nem alszik, tehát igen. Az a 2 óra az nagyjából az reális idő. Igen. Tehát éjfél nem marad, nem nagyon tudok aludni is. Ezért nem szeretek este vállalni előadást, mert én már este 6 óra után leengedek. Én reggel 5-kor elhordom a Gellért hegyet, de ha este 6 után már ne is hívjanak. Hogy akkor ilyen korán kell? Én korán, 6 órakor általában föl is kelek, meg télen is? Reggel aktív, mindig. Télen én reggel is. Vagyok aktív, és délután meg olyan. Hát az írók is, a legtöbb író is reggel dolgozik. Én. Ez az alkat kérdés, ez a bagoly, vagy ugye pacsirtát mondják. Úgyhogy én színésznek azért szeretnék, jó, mert már este nem szeretek dolgozni. Ja, értem. Vagy gyerekdarabokat, amit jelent. Azt mondja Ibolya, hogy születési adottságok is vannak, képességek a színészeknél is, de akkor viszont önnél az ízlésesség és az elegancia, az honnan jön? Én szerintem ez is valahol a génekből jön, vagy a jó ízlés, azt nem lehet megtanítani. Hogy éppen most kitűzök-e még ide egy sárga, mit tudom én, masnit a hajamba, vagy nem. Ez szerintem belső érzés kérdése, meg valahol neveltetés kérdése is. Önt így nevelték? Nem is annyira a szüleim, mert anyukám nagyon jó ízlésű nő volt, bár egy kicsit azért időnként azért ő szépasszony volt, tehát a görögné a szépasszony volt, az a mellékneve. Azt hogy kell elképzelni? Tehát egy ilyen királynői szőke, kontyos, egyenes terékú, tehát az a szépasszony volt. Tartása volt. Rá is játszott? Persze. De a másik, hogy az én koromban még nem ért ennyi külső impulzus, tehát nem volt ennyi divatmagazin, meg ilyen ikon, meg olyan modell, meg feltöltés, meg, hanem egymás között éltünk. Tehát nem volt annyira kirívó példa, hogy kit kell utánozni. Tehát mi saját magunk alakítottuk ki az én korosztályom a saját ízlését. Igen, volt a klasszikus cél, hogy néztek moziba, és akkor ki az, akinek Sofia Loren tetszik jobban, vagy Gina Lollobrigida, vagy Claudia Cardinale. És akkor még nem voltak ilyen kirívó, nagyon-nagyon extra példák. Tehát nem volt mitől tartani, mert valahogy az ízlés az úgy alakult. De ön például, ahogy Szabolcs mondja, lopott is ilyen értelemben? Ez óhatatlan. Nem szándékosan, de az ember valahol azért viszonyít. És nem az, hogy most, hogy nem az, hogy most ő fölvette a miniszoknyát, én fölvehetem, mert nem ilyen alapon bizonyítom, hanem magát a hozzáállást az ember átveszi. Hogy az elegáns tartás, hogy ahogy leül, ahogy tartja magát, ezek valahol ráragadnak az emberre. Igen, valahogy ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon egyszerű, de nagyon fontos mondat, tehát az ízlést nem lehet tanulni. Tehát nekem is rengeteg olyan példa, sokszor beszélgetek én is a feleségem, tehát hogy emlékszünk egy nyíregyházi emberre, fiú, aki hát tehát fillér, tehát nagyon szegények voltak, és valami olyan elképesztő, akkor indult be ez a kilós ruhák, meg stb. Stb. Nem tudom, hogy honnan szerezte, de olyan elképesztő kabátok, cipők voltak rajta, hogy mikor végigment az utcán, tehát soha nem volt, de egyszerűen minden helyén volt. Igen. És nem valamikor csak ilyen minimál dolgokat vett fel, vagy egy kiegészítőt, vagy egy
egy nyakláncot, vagy egy gyűrűt, egy szép gyűrűt, egy férfiról beszélni. Ez hibátlan volt. Tehát úgy öltözőködött, most azt mondom neked, mint a fiatal Michael Jackson, amikor elkezdte ezt a fekete-fehér. Uh-huh. Szóval valami hihetetlen volt. Szóval ez megkerülhetetlen. És hát pénzzel nem lehet ízlést venni, érted? És amit én tanítok, hogy nem a stílusa fontos, hanem az elegancia. A stílus az ugye az kívülről veszi föl magára az ember. Az elegancia meg bentről. És ahhoz meg ott az ember, ahogy hogy tartja. És az elegancia az a megjelenés intelligenciája. Tehát én ezt így szoktam mondani, hogy az tartás kérdés, egy szoknya, blúz, egy sál, és már elegáns. Tehát az a bentről kifelé jövés, az átütő, az ami mindenki figyel. Ha már Szabolcs Michael Jackson-t említette, ön találkozott vele, ugye? Igen, nem volt az életem legszebb élménye, de... Miért? Hát, ugye megnézni a parlamentet. Ma, amikor itt forgatott, akkor a szervező ezt amikor ezt a videóklipet csináltam, igen, is ők tenni? Hogy akkor csak a parlamentet hogy megnézne. Hát akkor már nagyon nagy gát volt. Álltam ott a kapuban minden, és akkor begördült, és leszállt a mikrobuszból. Van az a Lilliputi magyar színész, a nem igen, is tudom, nem fog eszembe. Igen, az a karján azt mondta, azt lerakta, és utána így fölhajtotta a galériát, és így jött be, mint aki lopni megy. Igen. És már a főlépcső közepén voltunk, amikor meghallotta, hogy én beszélek hozzá, hogy a parlamentet mesélem neki, és akkor fölnéz, azt mondja, hogy hát de szép, ilyen lesz a következő házam. Na, gondoltam magamban, akkor nézed magad egyedül. De persze tovább kellett kísérni, de akkor már nem szerettem. Úgyhogy eléggé rossz. Szóval a hírnév az nem jár együtt azzal, hogy valaki mondjuk... Hát a Freddie Mercury is mondta, amikor a hajón vitték, hogy a parlament mennyibe kerül, megverkül. Szóval ez az, amit mondok, hogy akinek van pénze, az nem tudja a tudását is megvenni hozzá, de legalább akit hoz. Ja, és akkor, amikor elment, hát szörnyű volt, mert sajtó mindez, a nagy ronda fölhajtás volt. Fölhívtak este, hogy mivel tetszett neki a ház, ő másnap reggel titokban visszajönne, csak úgy, hogy semmi sajtó, hogy megnézhesse. De aztán lemondták. Hát szerintem a legnagyobb stílusú zenész, vagy én nálam David Bowie. Szóval nálam nagyobb kalibert és stílust és maga, tehát, vagy nem is stílus, tehát minden korszakában annyira zseniális, annyira csodálatos, szóval nehéz elegánsabb embert. A mai élők közül pedig Nick Cave-et szeretem a legjobban. Robbie Williams se rossz, szerintem. Ő se rossz, csak hát ő nem annyira termékeny, mint mondjuk volt egy David Bowie, vagy egy Nick Cave. Csak nem akartam szabadba vágni. Egyáltalán nem vágtam. Ez a lényeg, ami sorok nyugodtan, ami eszetekbe jut. Ibolya biztos nagyon csacska a felvetés, és magamból indulok ki. De amikor valaki ilyen világhatalmasságok között, világsztárok között él, létezik, kezdetben legalábbis nincs benne valami végtelen nagy megilletődöttség? Nem lehetett, mert ez most nagyképűen fog hozni, de a protokoll munkát ott bent 12 évig végeztem. Nekünk nem az, hogy hú, most ez jön, vagy hú, hanem akkor te 4-9-kor a Teréz anyáért, akkor 12-ről a Luxemburgban, aztán akkor te még átérsz. Tehát, erről szól. Ez az életünk. Tehát és nem igazán lehetett megletődni, mert nekem az a munkám volt, hogy én őt kísérem. De a kezdetén is úgy tekintett Teréz anyára, mint Kovács. Hát szerencsére, hogy nem az első napokban volt nekem Teréz anya. Mondjuk Teréz anya lehet, hogy jobban szereti, hogyha Kovács nénak. Ez így van. Tehát ez egyébként az átütő élmény volt, az olyan pici, olyan szappan illatú kis, vékony kis néni volt. És mikor hogy az a Pozsgai Imre időszakában volt, hogy ilyen alternatív miniszterelnök helyett, vagy alternatív vendégeket hozzávittünk, és akkor 20 percig beszélgettek, utána parlamentéhez. És ez volt az a ilyen alternatív program. És a Teréz anyával most indultunk volna el, és az első kanyarnál mondja, hogy ezt miért nem adják el inkább, és adják a szegényeknek. És ráéreztem, hogy ezt ő annyira őszintén mondja. Bocsánat, mi csodát? Hogy miért nem adjuk el ezt az egészet, és adjuk a parlamentet? Igen, adjuk oda a pénzt a szegényeknek. Hát, és az első kapunak, az első leendő kapunál kivittem a házba, tehát nem vittem be a kupoláig semmit. Még jó, mert akkor az nem, persze. Hogy itt mit csinálnak az emberek, most megmutatták, az ők is tiszta lelkének az annyira őszinte mondat volt, hogy ezt nekem muszáj volt akceptálnom. Értem, abszolút. Már egy olyan történet, amit már imádok, amit most elmondott. Na és amikor Stevie Wonder két kísérővel jött, és szintén Pozsgai fogadta, és annak a sightseeing. Hát ugye, seeing. Csak lehet, hogy nem mindenki hát, hogy tudja, mondom, a fiatalok, hogy igen, hogy ugye az a, nem lát. Hát, hogy igen. Ilyen, hogy akkor hova vigyem, és akkor a márvány közti különbséget, vagy a szivartartót, amit meg tudod fogni, vagy a bársony hímzéseknél, tehát az, hogy mondjam, kihívás volt, ez egy kedves szó most, hogy azért tényleg, hogy tudjam neki úgy megmutatni, hogy abból tényleg lásson is valamit. Nagyon pörögni kellett az agynak. Hogy... Igen, de ezeket szerettem igen, mindig. Nagy kihívás. Igen, az ilyen eseteket. A miniszterelnöket, ugye 7 miniszterelnököt szolgált. Nagy volt a fluktuáció.
fluktuáció. Nagy volt a fluktuáció. Mindenkivel hasonlóan jó viszont sikerült kialakítani, a jó szakivel nem sikerült. Nem kellett velük alakítani semmit, mert nem közvetlenül mellettük dolgoztam. A főemeleten voltak, meg a földszint. És eseményekre, tehát rendezvényekre vagy vendéget vittünk, olyankor mentem, de én egyikkel sem kezdtem el úgy igazán beszélgetni, mert nem az volt a munkám. De ismertem meg, persze szolgáltam őket, de nem az volt a munkám, hogy rászóljak, hogy néz már ki megint. Tehát, volt, akire szólt? Nem, ha megkérdezte, akkor megmondtam, de ha nem kezdve, akkor nem mondhattam ki meg. Volt, aki nagyon adott a szavára? Már ilyen Antal értelem, József. Igen? Ő nagyon, pedig hát ő von Hausaus azért jön nagyjából sejtette ezeket a protokoll dolgokat, de ő mindig megkérdezte, hogy Ibolya mit mondott, Ibolya, amerre Ibolya megy, arra megyünk, tehát ő tudta, hogy én miért vagyok ott neki. Ki volt az, aki nem vette figyelembe a szavára? Hát a Boros Péter, de hát csak 4 hónapig volt, úgyhogy azt kibírtam. Nagy arcú csapás volt, amikor a szabadnapján egyszer csak közölték 99-ben, hogy már nem kell többet bejönni? Hát gondolhatját, azért 7 miniszterelnököt kibekelni váltásokkal, és soha nem azt kérdezik meg, hogy mi a politikai véleményem, hanem hogy a szakmai tudás. És ez akkora, semmifajta előszele nem volt. Most ebben a munkában egy empátia kialakul az emberben, hogy egy vendég is megjön, akkor egyből meg kell éreznem, hogy mi az, aminek örülne, vagy minek nem. Tehát én nem éreztem azt, hogy valami baj lenne velem. És ez annyira váratlan volt, hogy hát akkor megvallom, őszintén egész éjszaka sírtam. Hát az nem csak nő, hanem ember, nem tudja ezt másképp. Hogy tudtam egy telefonon? Igen, mobiltelefonon hívtak fel, akkor már csak hétfőn azért menjek be, hogy leszámoljak. Mire hivatkoztak? Átszervezés. Tudja ma koncepció. Már, hogy kinek csíphette a szemét? Vagy persze, most már azért kitudtam. Ami az igaz, hogy engem ugye elküldtek, és másnap megjelent az újságcikk, mert a sajt, mindenki föl volt háborodva, az egész parlament, mert ismertek, és tudták, hogy már mióta ott dolgozom, és valaki kiadta ezt a sajtónak. És maga Rogán Antal védett meg, pedig hát az ő kormánya rúgott ki, hogy jó munkát végeztem, csak az átszervezés. Ez azért volt, mert talán valaki, ez az ilyen országimás központ, ez az ezüst hajó, meg ez. Igen. És az előző kormányoknál is a pártoknak a PR-jával együtt dolgoztunk, ha olyan rendezvénye volt egy miniszterelnöknek. De most először bekerült a hivatalba, akkor szervezeti egységként, tehát a miniszterelnök hivatal szervezeti részlet, és ott a belső szabály az volt, hogy bárkinek protokoll számlája van, akár vacsora, virágcsokor, bármi, azt nekem látni kellett. És egy országimás központnak, ha valljuk be őszintén, olyan nagyon nem jött volna jól, hogy én lássam a számláit. Én erre nem akartak betekintést. Erre tudok gondolni. Mennyi időnek kellett eltelnie, míg megrázta magát, és azt mondta, hogy... 2 nap. Több. Mert egy férfi mit csinál? Adj időt, pihenek pár hónapot, összeszedem magam. A nő meg mit mond, hogy éhen halunk. Tehát nekem azonnal, ez kiderült, ez ugye péntek este volt, és akkor hétfőn leszámoltam, kedden már kerestem a fejvadászikeket, és anyagokat küldtem szanaszét, és csináltam a dolgomat. Akkor, amikor az ember egy ilyen befolyásos pozícióba dolgozik, gondolom rendesen, hogy mondják ezt szépen, hajbókolnak adott esetben emberek is, akár a baráti köréből is. Ezek rendesen megkoptak, miután kikerült úgymond a Pixisből? Baráti köröm az nem kopott meg, mert nem volt soha nagy baráti köröm. Tehát nekem egy nagyon szűk és nagyon tartós mag volt mindig a baráti köröm, akik elviselték azt, hogy ha munkám volt, akkor le kellett mondanom programot. Tehát tudták, hogy én mit csinálok. Az ilyen csokolomdrakai bike, hát ezek hál' Istennek lekoptak, de nem is nagyon hiányoztak. De sok volt annak idején? Nem igazán, mert én soha nem játszottam meg, hogy én protokollfőnök vagyok. Tehát ugyanúgy szőnyegrajtot igazítottam, hogyha arról volt szó. Tehát én nem voltam ilyen nagyasszony, hogy nekem gazsulálni kelljen. Tehát ilyen értelemben csalódás nem jel. Nem, mert például a mai napig is a hajdani kormányőrök, ugye a katonák ott benne a parlamentben, és a Facebookon jelölnek, hogy Ibikével milyen jó volt dolgozni. Meg. Tehát én valahogy mindig az emberi oldalról már apukámtól azt tanultam, hogy a portással meg a takarítónővel nagyon jobba kell lenni, mert ha ők betartanak neked, akkor a te munkád se ér semmit. Tehát én lentről, tehát én soha nem voltam nagyasszony, hogy úgy mondjam. Ezért mondjuk nem is érzem annak a hiányát, hogy hát mondjuk elmaradtak a meghívók a különböző nagyköveti rendezvényekre, vagy mit tudom mire, hogy mindig benne voltam a protokollistában, most már nem vagyok benne. Hiányolta akkor, nem? Nem. Elég volt nekem abból hivatalosan annak idején, úgyhogy nem. Majdnem, hogy így visszagondolva nem is bánja, hogy így alakult. Nem, most már nem, most már nagyon nem bánom. Nagyon nem bánom. Én nem is hittem volna, hogy hát akkor már elmúltam 50, hogy egy hirtelen egy másik életben lábra tudok állni, úgyhogy én velem jót tettek, megmondom őszintén. Szabolcs, azért kérdezlek, hogy merre kell előkérdezni, mert így megjelent ezzel kapcsolatban a nyilvánosságban egy cikk, hogy említetted a fiad, őt te nem nevelted 10 éves koráig, ugye ezt jól tudom. Erre a mai eszeddel, vagy a mai
látásmódoddal. Tudod a magyarázatot, hogy ez miért alakult így? Hát a szabadságot választottam, de hát én már emilyen sokat vezekeltem, szóval... Ő mennyi idős volt akkor? Mikor? Tehát a születése előtt jöttél el? Ha jól értem? Nem, volt még ott egy-két év. De utána, és hát sok mindentől függött ez, de hát nagyon-nagyon sokat mesélhetnék erről, de nem szívesen teszem, mert gondolom nyilvánvalóan az ember, hogy mi az, amit szégyel, mi az, amit nem szégyel, de nekem igazából a feleségemmel való kapcsolatommal kezdett ez rendeződni ez az egész. Már az új feleségeddel? Igen, már az egész életem. De azért a fiával jobban vannak. Nagyon jóban vagyunk. Na hát vagyunk. Hál' Istennek, ez a fontos. Csodálatosan klassz srác. Ez szóval, a fontos. Mennyi év maradt ki? 10 év? Hát nem maradt ki, mert azért 3 év, tehát volt, aki csőd, tehát hogy ez kicsit ilyen bután ment le ez az interjúba, de meg nem is elegáns erről így hosszan beszélni. Valahogy az az érzésem, hogy az ember bele rángatodik ilyenbe, és utána még évekig kell nem magyarázkodni, hogy helyre rakni azt a néhány mondatot, amit nem lehet egy beszélgetésben. Tehát most érted, a legszemélyesebb dolgaimról nem fog beszélni most már olyan szintű mélységbe. Egyszerűen nem vagyunk olyan viszonyban. Másrészt meg tudom, hogy talán a bulvárt ez érdekli, nem rád gondolok, de annyi minden dologról lehet beszélni, hogy egyszerűen azt gondolom, nem, én sem tartom helyesnek, azt gondolom, hogy nem helyes. Tehát, hogy ott van ez a csodálatos színe és a Csúlya Imre, és ez, hogy a Blik meg minden ír róla, és az emberek elmennek színházba, és nem tudnak függetlenedni attól, hogy mikor nézik. Szóval nem jó, semmilyen szempontból nem jó, nem elegáns, borzasztóan irritál az ilyen dolog, és azt gondolom, hogy ha egy ember el akar menni a családja a színházba, akkor nem juthat ez közbe eszébe, mert nem tudja az alakítást nézni, nem tudja az egészet. Igen. Szóval, és ilyen, minden ilyen, hogy most ő egy színészpár szakított egymással, akkor azt is szóval sajnos ilyen a világ, megértem, de nagyon nem igazán tartom. Engem nem a bulvár érdeklődés hajtott, hidd el. Így van. Ez itt továbbra is a világ találkozó Görög Ibolyával és Túlóci Szabolccsal. Viszont te 25-26-27 évesen gondoltál egy merészet, és elmentél Londonba. Hát akkor talán merészebb volt, mert ma már Magyarország második legnagyobb városa 200 000 fővel. De akkor miért mentél? Szakmailag akkor ott megrekedtél? Hát akartam egy kis nyelvet is tanulni, meg nem nagyon mozgott, hogy Szolnoki Színházból kirúgtak bennünket, Spiró Györgyet is eltávolították a színház éléről, vákumba kerültem, fiatal voltam, egyszerűen azt éreztem, hogy most, hogy még nincs ilyen elképesztő kötöttségem, nyilvánvalóan menekültem is a helyzet elől, és akkor kimentem, és nem fogok tudni megint sok újdonságot mondani. Hasznos volt, tanulságos, abban mit is tanultál? Sokat stand-upoltam. Mennyit volt kint? Egy éve csak. Sokat stand-upoltam, mert elképesztő emberekkel találkoztam, szóval megberítkeztem nagyon a mélységbe, és hát gyakorlatilag azt mondom neked, hogy én nem úgy építek fel egy szerepet, hogy most látok egy hajléktalant a busz megállóba, és leutánozom a mozgását, de az összes indiai és lengyel és olasz és brazil ismerőse barátaim és bolgár akikkel együtt dolgoztam, azok mind valahogy belém épültek az én egész sejtjeimbe, és egy-egy szituációban tudok használni egy olyan pillanatot, ahogy ők reagáltak egy dologra. A képtelensége, a hülyeség, az emberi ostobasság, vagy az emberi szeretetnek egy hirtelen kimutatott pillanata, érted? Szóval... Ez mikor születik meg, már a próbán? Nem, például azt mondom, hogy volt, hogy egy törökkel dolgoztam egy ilyen nagyon gazdag családnál, és akkor nem voltunk, és ilyen alapot hánytunk ki, és akkor ideges volt az angol nő, így kevergette a tejáját, és ilyen megalázóan beszélt rólunk, és akkor tényleg olyan volt, hogy majdnem úgy leköpött, tehát nyilvánvalóan nőként lehetett volna olyan primitív is, de eljátszotta az úri nőt, és akkor milyen érdekes, hogy nem az, hogy a Krisztus minden, hogy elment, és akkor mondta ez a török haverom, hogy Allah azokat szereti, akik itt vannak lenni, érted? És akkor ez valami nagyon nagy erőt adott, hogy kibírjam a következő másfél órát, vagy másfél napot, vagy másfél hónapot, érted? És akkor ehhez nem kell nagy angol tudás, mivel én angolokkal nem nagyon találkoztam tényleg Londonban, és a mai napig már egyre nehezebb, tehát valaki, itt is van egy olyan csodálatos ember, ott a Retek utcában a húmester, a szakács, aki egyetlen egy szót nem tud magyarul, egyetlen, és 20 éve dolgozik itt. És azért, mert a konyhában érzi egyedül otthon magát, és olyan ételeket csinálsz, hogy lezsibasz. Na, én ilyen emberek között voltam, érted? Szóval ezek nagyon sokat adnak, de később csapódik le. Tehát egy pillanat, egy jó mondat, az lehet, hogy 20
17 év előtt előkapod, és tudod használni. Most nem tudom, érthető. Abszolút érthető. Te azért jöttél haza, mert már hiányzott a színpad, vagy egész egyszerűen ott meguntad-e? Nézd, én szoktam mondani, hogy egy telefont kaptam, vagy hazatelefonáltam, és a Zsóti és Sándor rendezett egyet, és akkor mondta, hogy jöjjek haza, és akkor ezért hazajöttem. Nem gondolkodtál egy percet se? De gondolkodtam, mert szoktam viccesen mondani, hogy ha nincs az a telefon, akkor lehet, hogy most mai napig Tatehembe, vagy mit tudom én, Brixtonban élek, és egy félvér feleségem van, és ott, tehát bár az élet ez nagyon kiszámíthatatlan, egy másodpercen múlnak sok történetek, egy baleset pillanatokban átformálja az egész életedet, egy találkozás, egy hihetetlen butaság, egy berúgott rossz gesztus, és gyakorlatilag az életed, mint kártyavár összeomlik, tehát igazából azt mondja az ember, hogy a józanság és a nem józanság között mi a mezsgye, nagyon nehéz, de ha valaki mondjuk ki sem megy otthonról és ír, avval nem nagyon fog történni semmi. Tehát nem tudod, hogy miből fog tudni dolgozni, érted? Tehát az íróknak is szerintem ugyanúgy élni kell, és megélni a dolgokat ahhoz, hogy legyen gyúanyag. És na, a színész különösképpen így van. Szerintem az igen. Az nem azt jelenti, hogy minden nap verekedjen, vagy, de fontos, hogy menjen emberek közé, és mindenféle társadalmi csoporttal nem óvatoskodva kell létezni, hanem meg kell tudni szólítani egy embert, hogy látsz egy televízióban, mint egy televíziós szerkesztőt, és látod, hogy nem tudja megszólítani az embert, érted? Tehát olyan mereven fogja meg a vállát, vagy kezét, hogy az Jézus Mária, hogy ő foglalkozik emberekkel, hogy emberekkel beszélget, és ledobja a szíj az agyamat, érted? Ha azt látom, hogy egyszerűen az a minimál, mert leereszkedik hozzá. És ha leereszkedsz, az vagy megérzi, aki azt érzi, hogy kisebbségű, és abban a pillanatban őt őszinte beszélgetés nem lesz. És nem is tudnak beszélgetni, mert többször ezt már elmondtam másoknak is, hogy van 5 kérdése leírva, és az interjú alany bármit mond, ő ezt az 5 kérdést teszi föl. Tehát én nem érzem a katarzist, hogy most itt beszélgetnének. Ez vagy ott figyelne. Ezért arra, szeretem magát. Na, köszönöm szépen, még nem beszéltük meg. Nem beszéltük meg, de tudja. Köszönöm szépen, nagyon jól esik. Ibolya, önnél is volt egy olyan eset, amikor nem a szakmájának megfelelő munkát végzett, amikor a második férje, ha jól tudom, komoly tartozást hagyott a munkahelyén. Ja, te honnan tudja? Hát nyilatkozott róla. Hát minden a levéltárban. Olvas. Igen, ez úgy volt, két és fél évig voltam tulajdonképpen az ő felesége, és már nem volt elég, hogy éjszakába fordítások, meg minden, hanem már pénzért hímeztem válkendőket. Tehát annyira nem minden pénzem elment, és akkor ez a moszkvai munka lehetőség, hogy kimehetek. És ez akkor, melyik korszakban volt? Ez 78. És akkor én kimentem Moszkvába dolgozni 4 évig, és abból 3 évig törlesztettem az adósságainkat. És komoly akkor, adósságot hagyott? Komolyat, persze. És akkor 4. évben, amit össze tudtam szedni, az volt a tőkém, amivel hazajöttem. Mit csinált pontosan? Hát ezt olyan nehéz elmondani, mert nagyon-nagyon bonyolult. Tudományos és műszaki információs rendszerek szervezése. De ezt tulajdonképpen... Hogy tudod felhalmozni egy adósságot? Hát tudott. Ja, neki maradjunk annyiban, hogy tudod. Mert úgy is nevelték, hogy mindent megadtak neki, és amikor ugye a szüleiktől én vettem át... Azt hittem, hogy valami szenvedélye volt, hogy volt. Játék, vagy ilyesmi. Játék az mondjuk nem, de más jellegű voltak. Volt. Hát az viszi a pénzt. Úgyhogy aztán ott tartottunk, ja, hogy Moszkva. Tehát ilyen tudományos munka volt tulajdonképpen, de olyan, ami nagyon ilyen mondva csinált, tehát semmifajta konkrét haszna nincsen. Amint csodálkozom, hogy a mai napig is ez az intézet az még megvan Moszkvában, még mindig. Mivel tudta meghódítani Ibolyát? Hát a úr. Hát mert olyan rendes ember volt, azt hittem. Aztán kiderült, hogy nem. De mindegy. Szóval, az első házasságom a szerelmi házasság volt, az 3 hónapig tartott. Aztán jött a Margitka, hogy mégis a Margitkát szereti, és akkor elváltunk. És utána sokáig nem volt, 3 évig nem volt, utána találkoztam ezzel a... Nos, nagyon csúnya embert képzeljen el. Alacsony, vékony, ilyen rőtes, nagyon csúnya ember volt. Mondom, hát ez biztos, hogy nem szereti el tőlem senki, és akkor hozzámentem. Ilyen filozófiát nem hallottam. És akkor ma alig vártam, hogy elszeresse valaki, de szóval lényeg az, hogy nem igazán. Szóval ez a második az már nem a szerelmi házasságról szólt. De, és akartam kérdezni most ez a Moszkva, stb., hogy ez most nem egy ilyen, egy minimál kérdés, hogy Ibolya milyen nyelven beszél? Hát oroszul anyanyelvi szinten beszélek, angolul megvan a felsőfokom, jól beszélek, de már nem éltem kint, tehát nem tudok annyira gazdagon
beszélni, és akkor a protokollos munkám mellett. De hogy jött az oroszul az anyanyelvi szint? Hát, hogy kint dolgoztam 4 évet. De előtte már előtte volt nem, egy előtte tudás? Volt egy felsőfokom, a Kőkert főiskolának orosz. És ott annyira felpörgött ki. Hát ott a csupa orosz barátom volt. Én csodálatos nyelv. Én szilveszterkor hajnali 4-kor, amíg oroszul beszéltem, mondom, akkor biztos tudok már oroszul. Tehát az olyan volt. És akkor a protokollos munka mellett kellett még egy német, meg egy kis francia. Tehát ez mind a kettő alapfok. A németet az folyamatosan használom, gátlás nélkül használom, de borzasztó hibásan. És ilyen tempóban megy az orosz is, meg az angol orosz is. Az igen. Elképesztő. De a franciát azt nem vállalom fel, abban csak tényleg a minimális protokollost tanultam meg. Értem. Viszont ott belevágtunk a szavába, hogy pontosan mi volt a munka, amivel a munkája mellett kellett még foglalkozni? A házasságommal? Igen. A fordításokat csináltam, tehát oroszról magyarra, angolról magyarra fordításokat, meg amikor már az a pénz sem volt elég, akkor még a Dermedés Nefelejt sarkában laktunk, kijártam a Városligetbe vasárnaponként, szombatonként, és akkor hímeztem ilyen matyóválkendőket, gyöngyösi jelített estétáskákat. Nem, hanem úgy ismerősöknek. Ja, nem, azt hittem, hogy eladni. Nem, a pénzért adtam el, de nem úgy, hogy ott álltam az utcán, hanem szólt valaki, hogy úgy szeretne estére egy ilyen nagyon szép sejemhímzésű magyar válkedőt. Mondom, hogy kihímezem én neked ennyiért, meg ennyiért, és akkor kihímeztem. Ez mennyi ideig tartott? Hát ez egy olyan jó másfél év. Ez nem lélekromboló? Nem. Az emberben? Engem a lelkemet, hál' Istennek, hogy nem igazán rombolta meg semmi. Akkor rombolódott a lelkem, hogyha valami nagy szerelemnek vége lett. De ez mondjuk nem szerelem volt, tehát olyan nagyon nem viselt meg. Hát az első azért az megviselhet. Az első az megviselhet, de kit nem. Hát első életem, első szerelme vége van, hát persze, hogy megviseli. Ez a házasság, most arról beszélünk? Az első házasságról. Ami 3 hónapig tartott. Igen, akkor jött a Margitka. Ott azért gondolom, most nem intépistáskodni akarok, de azt mondta, hogy 2 nap után ön azért, amikor a miniszterelnöki hivatalból eljött, 2 nap után azért megrázta magát. Hát persze, itt az ember tudta. Keményedik. A kislányként, hát 21-23-4 éves voltam akkor. Tehát ez korral azért, ez ember belül azért megkeményedik annyira, hogy önvédelmi kis falakat kiépít magának belül azért, hogy mitől hatódik meg, vagy mitől bántódik meg, mi az, ami földhöz vágja, mi az, ami nem. Hát engem már nem nagyon tudnának földni. Nem csak a súlyom miatt, hanem egyáltalán sem. Szóval én most azért már állok annyira a lábamon, hogy most már én amíg élek, addig én már jó leszek közben. Ez mióta van így? Hát amikor a vízválasztó az, amikor a 60-at betöltöttem, jó régen volt már az is, akkor mondja, hogy nem is látszik. Evidenciákat nem mondom ebben. Akkor elhatároztam, hogy én most már úgy élek, ahogy én szeretnék. Én már nem fogyókúrázok, én már nem számolom a kalóriákat, én nem hagyom abba a dohányzást. Tehát, hogy az a kis maradék maradjon már úgy, hogy nekem legyen örömöm belőle. Mindig az volt az egész életemben a lényeg, hogy soha ne bántsak meg senkit, ha csak egy mód van rá, és egyébként meg hagyjanak úgy élni engem. És ez most öregkoromra jött az, hogy tényleg úgy élek, ahogy akarok. Az mit jelent? Nyugalom, nincsen beosztott, nincs főnök, nincs stressz, annyi munka van, amennyit bevállalok, azt szeretettel csinálom, és olyan kedvesen adom a Hentes Misi, a Zöldséges Marika, tehát kialakul a mikroklíma. Ezt nagyon szeretem. A mikroklíma az, amelyik az ember lelkét megvédi. Ez hány emberből áll? Hát baráti szinten 3-4 barát, de ugye a mikroklíma az egy kb. 25-30 ember. Múltkor, hogy a Facebookon követjük egymást, lelkesen lájkoljuk is, föltűnt egy bejegyzés, amikor is a követőinek vagy az ismerőseinek azt írtak, hogy jó reggelt, család. Igen. És ezzel úgy meglepődtem egy picit. Nem, ez úgy alakult ki, hogy hát, hogy 3000 valamennyi követőm van, de hát nem mindenki a családtag. Egy olyan szűk 200-300 ember, szóval tényleg egy szűk kör. És egyik lány nevezte el ezt GIF-nek, tehát Görög Ibolya Family-nek. És azóta a család elfogadta ezt a... Ezek a lányok, fiúk, ezek elfogadták, hogy ők családtagok. Én meg úgy gondoltam itt botor módon, hogy miután Ibolya egyedül él, tudomásom szerint nincs is gyereke, ezt ugye jól tudom, hogy kvázi ilyen nagy kiterjesztett családra gondol. Hát én úgy érzem, én velük kapcsolatban úgy érzem, hogy úgy szeretek úgy foglalkozni velük. Én nem hagyom magára, hogy valaki elkezd panaszkodni, akkor rászólok, hogy ne panaszkodjon. Nem mondd, hogy fáj a fejedbe, akkor jobban fog fájni. Tehát próbálom pozitívan befolyásolni a kedveseimet, és meg is hálálják, mert nagyon sok embernek segítettem én már ezzel. Nem, magányosnak nem érzi magát. Egyáltalán. Ugye jól tudom, hogy van egy mozgássérült barátnő, akiről gondoskodik. Sajnos meghalt, igen, de az nagyon nagy aranyos volt. Olyan kerekesszékes csaj, aki kitetováltatta a szemét, mert már nem tudja festeni, mert le van bénulva, de hogy az szép legyen a szeme. Tetkó akarjám.
padödő koncertre jár, kék hajjal, tehát szuper csaj volt, de teljesen mozgásképtelen. De egy csupa lélek, röhögős, nagyon fiú fej volt, és én amikor főztem, akkor neki mindig vittem. Uh-huh. És akkor nagyokat dumáltunk meg minden, de szerettem őt, nagyon sajnos ő meghalt most. Őt honnan ismerte? Leszólított. Leszólított? Igen, ott közel hozzánk van egy áruha, egy élelmiszer áruház, és a pénztárba álltam, és ott kindult a székébe, és mondja, hogy Görögi Bolya, mondom, milyen, azt mondja, hát én ismerlek. És akkor na kimentem, és honnan ismersz? Hát olvastam a könyvedet, meg már lát. Tehát leszólított, és hát tényleg annyira sugárzóan pozitív volt a nő, hogy megszerettem nagyon abba a percben. És egy barátsággá nem esedett. Igen, egy ilyen viszonylag hát nem mély barátsággá, de egy olyan kedves barátsággá. Mennyi ideig tartott mindez? Ami gondoskodott róla. Az nagyon sok idő. Nekem ez nem volt, soha nem volt probléma. Imádok főzni egyébként. Egyébként mióta elment, azóta már csak kétszer főzök egy héten. Amikor ő még volt, akkor háromszor főztem, hogy neki friss kaja kellett. Mert én eszem napokig, de azért már nehogy őt is maradékkal etessem. Ez nagyon szép. És a gasztronómia fontos ennyire az életében? Enni jó. De a fogorvosnő mondta, a régebbi fogorvosnőm, hogy az öregkor szexe az evés. És akkor teljesen igaza van. Ez teljesen igaza. Nagy duma. Szóval én imádom megfőzni is, meg megenni is. Na most ne ilyeneket gondoljon, hanem olyan magyarosakat, de nem ilyen halomba, hanem nokedli a paprikás csirkével, de nem olyan, hogy most akkor nekiülök, és mint egy ilyen magyar filmbe eszem, hanem keveset, de finomat. Igen. És akkor, de kipróbálja a másfajta... Ritkán próbálom klasszik ki. Klasszik magyar ízek? Klasszik magyar ízek, meg olaszosat valamennyire, kínait is szeretem, de nem kísérletezek. Tehát ilyen fille francos, franciás bigyókat nem. Nem is gondoltam, mert... Ne, de szóval az ami úgy jól esik, és amit úgy megkívánok. Csak gondolom, hogy azért mondjuk azt mondani, hogy otthon kellett lenni így az évtizedek alatt, és a többi... Hát a munkám kapcsán, persze. Az ember olvas. Ez az nem is, hogy utánozom, hanem hogy akkor delegációknak ételsorokat összehet, hogy melyik nap milyen ne ismétlődjön, és akkor egy csomó ételt úgy megismertem, hogy például a dübári módrat, akkor a munkámban tanultam meg, mert valahogy okécske ritkán ettünk dübárit, hogy az mit jelent. Tehát persze, hogy jött információ, hogy maga is mondta, hogy rakódik le az emberben minden, folyamatosan minden napról nap az információ. A 80-as évben nagy robbanás, mondjuk egy Hiltonba, hogy jönnek az újabb, hát gondolom sok olyan politikus, hogy rákot hogy kell enni, hát most voltak ilyen nem adtunk föl ilyeneket. Nem, bármikor, ha külföldi delegáció is jött, soha nem adtunk föl nemzetközi, hanem valami magyarosat, tehát nyilván nem ilyen ja, értem, hogyha ők jönnek ide, akkor nem a külföldi politikus akar enni, de ilyen piros zsíros. Még a fejem összeáll, hogy milyen volt mondjuk egy 80-as évben egy ilyenben, hogy Hortobágyi húsos palacsinta, újházi tyúkos leves, és azt mondom, hogy töltött káposzta, és nem, vagy gulyásleves, tehát ezeket... Nem, ilyeneket nem adtunk föl. Egyrészt ugye az ilyen piros zsírosnál besárb legjobb érzésű nyugati, hogy ránéz, a másik meg, hogy leeszi magát vele. Igen. Tehát ilyen nagyon pirosakat nem. Szaftos meg a gulyáslevesnél például azt a bográcsba kell tálalni, úgy az igazi. És az ilyen 40 fős vacsoránál a 40 darab egyszemélyes kis állványos bográcsot kismerők nálal, hát az borzasztó nehéz felszolgálni is, úgyhogy azt alapvetően már hülyeséget kérdeztem, teljesen de nem, jogos. Teljesen hát nem, hogy a szaftos dolog, tehát olyat kell enni, ami kisköret, ilyen, igen, és igen, finoman igen, lehet enni. Igen, kis vadisznógalak, szóval voltak azért dolgok. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltak. Ugye azt mondta, Leketyegett az egy óra. Ibolya azt mondta, hogy tényleg két nagyon eltérő világ találkozott. Én nagyon remélem, hogy kiderült a hallgatók, és az én számomra biztosan, remélem a hallgatók számára is, hogy mennyi minden összeköti őket. Nagyon jó volt. Köszönjük szépen a meghívást. Én köszönöm, hogy itt voltak.